Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz dr. Füzi László, irodalomtörténész, az 50 éves Forrás folyóirat főszerkesztője. Aztán bemutatjuk a Mihály kertje Waldorf iskolában kialakult rendkívüli helyzetet, és végül Kalácska Gáborral beszélgetünk a Rocker Rádió alapításáról. Már is kezdünk, tartsanak velünk! Ötven éves a kecskeméti székhelyű Forrás folyóirat, a szépirodalmi, szociográfiai és művészeti havilap fennállásának fél évszázados évfordulóját tegnap ünnepelték a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. A periódika indulásával, az elmúlt évtizedek munkájával és a jövő céljaival kapcsolatban dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője vendégünk. Jó estét kívánok! Hát főszerkesztő úr, 50 év az egy nagyon szép, főleg egy irodalmi témájú folyóirat életében hosszú idő. A 70-es évek környékén hogyan indult ez alap? Mennyire volt könnyű elindítani egy ilyen műfajt? Erről természetesen az akkori induló csapat tagjai beszélhetnének. Sajnos közülük már kevesen vannak életben, de Buda Ferenc például közöttünk van. A 69-ben, tehát a 60-as évek végén és a 70-es évek elején számos kulturális műhely jött létre a városban, és ezek közül az első volt a Forrás. Röviden ismét csak Buda Ferencet tudnám idézni, aki azt mondta, hogy voltunk itt páran, akik Kecskeméten akartunk irodalmat csinálni. Varga Mihály, Szekér Endre, Zám Tibor, Buda Ferenc és mások, Orosz László irodalmi folyóiratot alapítottak. Először 6 szám jelent meg évente, aztán utána már 12, de úgyhogy 10, csak 2 számot dupla számként jelöltek, és így fejlődött föl havonta megjelenő folyóirat. Ugye 69-ben vagyunk ekkortájt, voltak páran, de ott volt a rendszer is. Mennyire nézte ezt jó szemmel az akkori politikai rendszer? Történet két arcú. Egyrészt a kultúra támogatása nélkül irodalmi folyóirat vagy egyáltalán műhely nem jöhetett volna létre. Másrészt voltak falak, és ha valaki a falaknak ütközött, akkor retorziók következtek. Nagyon kevés időnk van, ezért annyit mondok, hogy a Forrás rendszerváltó folyóirat volt, tehát az abban a folyamatban, ami 69-től 89-ig vezetett a Forrás, ott volt, vezette a maga névjegyét számos számmal, összeállítással, szociográfiákkal, valóságismerettel, de valóságismerettel, és itt ez a de csak arra utalt volna, hogy de csak példákat tudok idézni. Például 1980. februárjában Csóri Sándor írását pengével vágták ki a Forrásból, helyére egy másik írást ragasztottak. 83-ban a Szászói konferenciára emlékeztünk, aktualizálva, ott ismét csak hónapokig veszélyben forgott a lap, és hát a szociográfiák is magukkal hozták az ütközéseket. Főszerkesztő úr, ma sem könnyű a helyzet. Hogy van ma a folyóirat? Hát nem szabad összemosolni, nem szabad összemosni. Nyilván nem politikailag. Akkori nehézségeket az itteni, és a most, hogy könnyű, nem könnyű. A Forrásnak háttere van, Kecskemét megyei jogú város. Pályázunk, és úgy gondolom, hogy szellemileg is együtt van a csapatunk. Keressük azt is, hogy a közönséggel miképpen lehet kapcsolatba kerülni. Itt el kell mondanom, hogy én nyitásként értékelem azt, ami 2011 ben történt velünk, hogy a kecskeméti kortársművészeti műhelyek ernyőszervezet alatt
több kulturális műhely tud együtt dolgozni. Ez nekünk lehetőséget teremt arra, hogy a kiállítások és a bizonyos számok megjelenését összekapcsoljuk, a számok képanyagát az egyes műhelyeknek a munkájával foglalkozunk. Tehát a rendezvényeket tarthatunk, kiállító termeink, előadó termünk van, tehát sokkal intenzívebb műhelymunkát tudunk végezni most, mint korábban. A hogyan létet én is elsősorban inkább ilyen műfaji szempontból értettem. Tegnap ünnepeltek, és több mint 200-an, talán 250 főt említett, akik részt vettek ezen az ünnepségen. Az egy nagyon szép létszám, és ehhez talán ez magáért beszél. Hogyan ünnepeltek? Mi történt tegnap? Hát az ünneplés valóban a csúcspontja, mondjuk így, tegnap volt, de ez az ünneplés hosszú folyamat. Ebből hadd emeljem ki azt, hogy januárban kiállítást rendeztünk Horváth Mari segítségével. A kecskeméti képzőművészeket szólítottuk meg, hogy a forráshoz kapcsolódóan készítsenek munkákat. Most tegnap volt a tegnapi este. Aztán jön majd négy könyvnek a megjelentetése. Tehát ez egy hosszú folyamat, és nem mondtam el minden elemét. A tegnapi est hosszú, szép és nehéz este volt, mert 11 vendégünk volt, és a szerkesztőség munkatársai is 9-en megszólaltak. Számunkra felemelő volt, hogy a város értelmiségének meghatározó része ott volt a teremben, a könyvtár nagyterme zsufolásig meg. Tehát a pár emberrel beszéltem, azt mondták, hogy a Csilláron is ültek, Csilláron is lógtak. Ugyanakkor a vendégeinktől is ma kaptam az e-maileket, hogy számukra is meglepő volt, hogy milyen sokan, milyen nagy érdeklődéssel követték a felolvasásokat. A dupla számmal való megjelenés az nem idegen a folyóirattól, így tettek márciusban is. Mit kell erről tudni? A dupla szám valóban nem idegen. Nyaranta egy-egy vaskos dupla számot jelentetünk meg. Most más a dupla szám. Egyrészt most is az átlagosnál vastagabb számot adtunk ki, emlékező szövegekkel, tanulmányokkal is. Másrészt Baggett Iskander fotóiból, és így lesz dupla szám ez a mostani, egy külön 64 oldalas füzetet jelentettünk meg, és ez gyakorlatilag ez a képanyag a forrás történetét végigkíséri. Másrészt a két füzetet lehet párhuzamosan is tekinteni, mert az egyik is elmond egy történetet, és a másik is elmond egy történetet, és a kettő nagyon szépen kapcsolódik egymáshoz. És az 50 éves fennállás ünneplésének része egy relikviákból álló kiállítás a könyvtárban. Mit láthatók itt? A könyvtárnál hát például látható az első cégtábla, mondjam így, tehát az első szerkesztőségnél a forrás tábla. Ezen kívül láthatók a szerkesztőség tagjainak a könyvei. Erős válogatással nem tudom megbecsülni, hogy annak a csapatnak, amelyik az 50 év alatt a forrásnál dolgozott, hány könyve jelent meg. Jó pár évvel ezelőtt készítettem egy listát magánhasználatra, akkor 96 kötetnél járt ez a csapat. Ezen kívül láthatók erős válogatással természetesen, mert minden hely kicsi lenne egy szerkesztőségnek a dokumentációját bemutatni. Levelek így Feludi Györgytől, Feludi György kézzel írott versei, Tandori Dezső levele, vers, rajz, Kovács András Ferenc kézírása, Buda Ferenc versek kéziratban, ilyenek látható. Hát öröm mindezt hallani, dr. Füzi Lászlónak köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm én is. Folytatjuk a kiemelőt. Két napja nem, vagy csak részben folyik tanítás a Mihály kertje kecskeméti Waldorf iskolában. A legtöbb pedagógus ugyanis táppénzen van. A háttérben egy elhúzódó konfliktus áll. Március 24-től azonnali hatállyal leváltották Balla Beátát, a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda általános iskola alapfokú művészeti iskola intézmény vezetőjét, majd a következő napon két pedagógust is felmentettek. A Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda és általános iskola épülete már nem a nyugalomháza, belső konfliktusokat rejtenek a falak. A probléma olyan sokrétű, hogy csupán egy töredékét tudjuk jelen anyagunkban megosztani. A történetből jól látszik, mennyire ütközik az egyesület, vagyis a fenntartó, valamint a szülők és a pedagógusok egy részének álláspontja.
Több szülő elmondása alapján a konfliktusok sora tavaly nyáron kezdődött, amikor a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület élére új elnökség került. A viták egyre hevesebbek lettek, és az elmúlt napokban csúcsosodtak ki, méghozzá múlt hét vasárnap a fenntartó egyesület közgyűlésén, amelyet az Aranyhomokban tartottak meg. Ezen a rendkívüli ülésen ugyanis március 24-től azonnali hatállyal leváltották Balla Beátát, a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda általános iskola, alapfokú művészeti iskola intézményvezetőjét. Az akkori közgyűlés 2017. augusztus 14-én bízta meg Beátát az intézményvezetői teendők ellátására 2 évre. Én vállaltam el ezt a pozíciót, és akkor 1 évre megbíztak, utána az egyik kolléganőmet bízták meg, és utána határoztam el úgy, hogy én elkezdem ezt a vezetőképzőt, ami 2 éves, és Szegedre jelenleg is járok, és hogy 3 hónap múlva, ha sikerül, akkor megkapom ezt a diplomámat, és így 2 évre megbíztak, mint intézményvezető. Ez 2 évre szóló határozott idejű szerződés volt, amit elfogadott itt az oktatási hivatal is, tehát hogy ők is bejegyeztek engem 2 évre intézményvezetőnek, és igazából nem volt róla szó, hogy ez így megszakad, és előre nem is jelezték. Sőt, szóban és írásban sem jelezték, én ezt onnan tudtam, hogy mivel én is egyesületi tag vagyok, a közgyűlésnek a napirendi pontjai között olvastam először erről. Lévai Zoltán, a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület elnöke azzal indokolta Balla Beáta felmentését, hogy nem kinevezett intézményvezetője volt az iskolának, csak a belső szabályzó szerinti helyettes és a jogszabályok által előírt végzettséggel nem rendelkezik. Lévai Zoltán e-mailben adott válaszaiból az is kiderül, hogy felvette a kapcsolatot egy oktatási szakértővel, aki folyamatosan átnézi az intézmény dokumentumait. A szakértő pedig azt állapította meg, hogy Balla Beáta megbízása nem jogszerű, mivel a megbízott igazgatónő nem rendelkezik intézményvezetői pedagógusi szakvizsgával, valamint hogy a megbízás legfeljebb 1 évre adható. A pedagógus tanítóként folytathatja tevékenységét az iskolában. Balla Beáta szerint más áll a háttérben, azért nem tudták megvárni a 3 hónapot, míg a végzettséget igazoló papír a kezében lesz. Én szerintem az történhetett, hogy én a pedagógiai kollégiumnak a konszenzusos döntéseit képviseltem, és igazából ezek nem egyeztek az egyesület elnökségi, az egyesületnek a döntéseivel és az elképzeléseivel, és mivel én úgymond védtem a pedagógusainkat ezzel a titulussal, úgy lehetett engem megkerülni, hogyha eltávolítanak. A posztot Farkas Zsuzsanna vette át, ám róla sem a szülők, sem pedig a tanárok egy része szinte semmit nem tudott sokáig. A vasárnapi ülésen az egyik egyesületi tag meg is kérte az elnököt, Lévai Zoltánt, hogy mutatkozzon be az új vezető, azonban Farkas Zsuzsanna nem volt ott a megválasztásán, így nem tudott bemutatkozni. Farkas Zsuzsanna Hódmezővásárhelyről érkezett az iskola vezetői posztjára. Legutolsó ismert munkahelyei közé tartozik a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ szakiskola és szakközépiskola Korvin Mátyás tagintézmény és a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás általános iskola intézményvezetői posztja. Végül matematika és kémia szakos tanárként folytatta tevékenységét ugyanabban az iskolában. Azt nem tudjuk, hogy van-e végzettsége a Waldorf iskolákban való oktatást illetően. Úgy tudjuk, hogy tanárként nem fog dolgozni az intézményben. A vasárnapi közgyűlés után hétfőn tovább mélyültek a konfliktusok, ugyanis 2 pedagógust is felmentettek, Szalai Ildikót és Zubornyák Attillát. Lévai Zoltán felmentésüket kérdésünkre azzal indokolta, hogy külső szakértők, néhány belső és régi szülő őket azonosították be a konfliktus kirobbantóiként. Zubornyák Attila egyébként az iskola egyik alapító tagja. Bementünk dolgozni, a biztonsági szolgált várt minket a kapuba, simán beengedett, és délfel, amikor órát tartottam, oda jött hozzám az egyik úr, egyébként nagyon szimpatikusak voltak, tehát őket nem lehetett elbántani, hogy szeretne nekem az Lévai elnök úrtól egy borítékot átadni. Hát én mondtam, hogy tanúk előtt hajlandó vagyok átvenni. Kinyitottam a borítékot, láttam, hogy munkáltatói felmondás, megnéztem a hátulját, láttam, hogy ismeretlen aláírás, visszaadtam, hogy mondom, köszönöm szépen, ezt én, ha a Lévai elnök úr küldte, akkor küldje tovább, nekem ajánlottam, nekem a Lévai nem munkáltatom. Valószínűleg az új intézményvezető aláírása volt, de mivel nem láttam soha személyesen, reggel már valószínűleg alá kell, de nem is tudom, mikor írta alá ezt a dokumentumot egyébként, már
tehát nem ismerem az aláírását, ez ilyen napon bárki aláírhatta volna, nem volt rajta bélyegző. Nem ott pecsét a munkaszerződés sem volt, a felmondó levelemen nem, tehát így nem tudtam értékelni semmire sem ezt a felmondót. Megkaptam utána írásban, hogy eljöttem az iskolából, megkaptam e-mailben, és akkor el is olvastam, mi a tartalma, hogy ki vagyok tiltva innentől az iskolából, be csak akkor mentek az intézményvezetővel egyeztetek, hogy elhozzam a személyes dolgaimat. Megvan, hogy hány napig vagyok, 55 napig vagyok felmentési idő alatt, addig felmentés, utána pedig végkielégítéssel elbocsájtottak gyakorlatilag. Mi volt az indok? Nagyon érdekes indok. Ebből olyan is szerepel, hogy az intézményvezetőnek a személyét megkérdőjeleztem, akivel soha nem találkozunk, ő sem ismer engem. Nagyon sok érdekes indok van, hát a munkaügyi bíróság majd értékelni fogja. A két pedagógus felmentése miatt az iskola élete is felbojdult. Balla Beátától megtudtuk, hogy jelenleg 106 gyerek jár az iskolába, és 20 az óvodába, valamint 3 óvónő, 7 pedagógus és 1 pedagógiai asszisztens dolgozik az intézmény égisze alatt. A szülők az iskolai fórumról szereztek információt arról, hogy a tantestület kiáll elbocsátott kollégái mellett, és táppénzre mentek. Továbbá a 126 gyerekből csupán körülbelül 20-25-en járnak be az iskolába és az óvodába. Megkérdeztük a szülőket és a pedagógusokat is a hogyan továbbról. Sok szülő, aki nem tudta itt az eseményeket követni, ment a gyerekkel, és igencsak meglepődött, mert nincs pedagógus, nincs oktatás, nincs tanítás, és éppen ezért mára összehívtunk egy ilyen szülőtájékoztató gyűlést, ahol elmondjuk, hogy ne essenek kétségbe, van élet a halál után is, megyünk tovább, megszerveztük, gyerekeik jó kezekben lesznek, lesz egy átmeneti időszak, amikor nem biztos, hogy Waldorf iskolának fognak minket hívni, de hogy a Waldorf pedagógia az meg lesz, az biztos. Nyilván ez közös döntésnek kell, hogy legyen úgy, ahogy eddig is minden közös döntés volt. Az biztos, hogy ilyen feltételek mellett, ami egyáltalán nem volt Waldorfos, hiszen a szervezeti működési szabályunk azt mondja, hogy az intézményvezetőt a pedagógiai kollégiumnak a javaslatára nevezheti ki a fenntartó, és csak azt, akit javasol, ez jelenleg nem így történt, illetve a pedagógus felvétel elbocsátás is a pedagógiai kollégium hatásköre, és ez nem történt meg, és egy ilyen intézmény az már csak a tábláján Waldorf intézmény. Ne ezekkel a családokkal és ebből az intézményvezetővel azonosítsák a Waldorf iskolát. Itt 15 éve nagyon-nagyon komoly szakmai pedagógiai munka folyik, a gyerekek imádnak ide járni. Az, hogy nehéz lesz nekik megmagyarázni, nekem nagyon sok gyerek hívott engem telefonon, csetelünk ugye hát mai világban. Én kértem őket, hogy ez a felnőttek dolga valahogy viseljék el, és biztos, hogy fogunk még találkozni velük. Lévai Zoltán arra a kérdésünkre, miszerint a kialakult helyzetet hogyan kívánja megoldani a fenntartó egyesület, azt a választ kaptuk, hogy hittel és szeretettel. Lévai Zoltán azt is megírta, hogy reméli, hogy hamarosan mindenki felépül, és zökkenőmentesen folytatódhat a pedagógiai munka. Addig is 3 tanárral és 2 óraadóval tervezi az intézményvezetés orvosolni a többi pedagógus hiányát. Bezárta kapuit a Rock FM, azonban szerencsére a Rock Rádió nem vészel, csak átalakul. Kalácska Gábor eldöntötte, elindít egy olyan Rock Rádiót, ahol jól összeválogatott zenei adatbázissal találkozhat a hallgató. Két volt kollégájával belevágott, 3 hét alatt a nulláról felépített egy teljes online rádiót, zenékkel, arculattal, programokkal, ez lett a Rocker Rádió. A témáról a főszerkesztővel, Kalácska Gáborral beszélgetünk. Jól fogalmaztam? Bárhogy hívhatunk, igen. Legyek főszerkesztő. Ezt mondjuk már el a nézőknek, a Rock FM, amit említettem a felkonferálásom elején, az egy frekvencián futó, félig-meddig országos rádió volt, csak rockzenéket játszott, vagy próbál csak rockzenéket játszani, és ti most egy űrt pótoltok. De ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy az online rádiónak van jövője? Abszolút. Ha valaminek jövője van, az csak az online rádió, én azt gondolom. Most egy nagyon érdekes átmenetet élünk egyébként ebben a kérdésben. 4-5 évvel ezelőtt még nagyon másképp lehetett volna hallgatni. Ugye most azzal, hogy a mobil szolgáltatók elkezdték a korlátlan adattarifákat kiszórni, azért most már nagyon más hallgatni. Egyrészt, másrészt ugye a wifi ellátottság gyakorlatilag most már 100% fölött van az országban, úgyhogy most nem az a kérdés már, hogy lehet-e mondjuk online rádiót a nap minden percében hallgatni, mert lehet. Az a kérdés, hogy a hallgató megteszi-e azt a
fáradtságot, hogy úgy mondjam, hogy megkeresse mondjuk az FM helyett megoldásként az online rádiót, tehát megnézi, hogy van-e wifi, és kiszámolgatja akkor, hogy mondjuk mennyit kell hallgatnia. Vagy a frekvencia helyett az adott alkalmazás, nektek van ilyen? Tehát... Van, abszolút, van, igen, van applikációnk, Androidra és iPhone-ra is elérhető. Mi annak az oka, hogyha Magyarországon a zenei szerkesztéseket nézem, akkor azért ezt a műfajt nagyon nehéz megtalálni. Én nagyon sokat autózom, és például most reklám Magyarországon vagyunk, kimondhatom én az Antenna FM-et, ami egy szlovák rock rádió, én azt szoktam hallgatni, mert baromi jó a zenei szerkesztése. Viszont Magyarországon ez tényleg valahogy így, ha volt, és akkor mindig úgy egy idő után elhalt. Ennek sok oka van. Az egyik nyilván az, hogy egy FM rádiónak a fenntartása havonta az nagyon súlyos költség. Tehát mondjuk a Rock FM-nek a költségei, a sugárzó Rock FM-nek a költségei, azok a 20 millió forintot is meghaladták havonta. De most nyilván ezt a 20 millió forintot ki kell termelni. A 20 millió forint kitermelésének az a leggyorsabb és legegyszerűbb módja, hogyha nagy reklámbevétel van, és akkor elkezdődik ez az óvatoskodás, hogy azt mondják, hogy hát akkor olyan zenét játszunk, ami miatt majd jönnek a reklámozók, akkor az ügynökségnél azt mondják, hogy ne menjetek el nagyon durva irányba, most rockról beszélünk, ne menjetek el nagyon durva irányba, és akkor elkezdődik az a biztonsági játék, hogy tudunk úgy rockot kommunikálni, hogy azért a nagy tömegek számára elérhető. És mi a helyzet a rockerrel? Tehát akkor egyrészt akkor bizonyára nem biztonsági játékos, mennyi most a hallgatói? Nekünk az volt, amikor elindult a koncepciónk, hogy ugye volt egy nagy tömeg, a Rock FM-et a bezárásra környékén a napi 80 ezer hallgató hallgatta. Mi azt mondtuk, hogy ott lesz egy nagy tömeg, akiket jó lenne elérni, illetve most ez lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de valóban az történt, hogy ez egy 80 ezer ember, ez egy elég nagy tömeg, tehát ez egy majdnem kecskemétnyi lakosságú várost feltételez, ugye. Nos, ezek az emberek aztán nem tehetnek arról, hogy itt mi történt a rádióval, tudtak-e pénzt termelni, hogy döntöttek ők a tulajdonosok. Így van, ők rockot akarnak hallgatni. Én személy szerint is nagyon élveztem, amikor ott dolgoztam, és azt gondoltam, hogy a hallgatók megérdemlik azt, hogy kapjanak egy olyan rádiót, ahol tényleg minőségileg összeválogatott rockzene szó. Úgyhogy így indultunk el. Igaziból az első tervünk teljesen őszintén az volt, hogy megnézzük az első hónapot, hogy ez hogy muzsikál, ha van értelme, akkor folytatjuk. És az első hónapnál, most havi adatokat fogok mondani, nem napi adatokat, 480 ezertől is többen hallgattak bele a rádió műsorába, az elég szép, igen. És ugye átlagot, heti átlagot vonva, ugye ez azért érdekes, mert itt beszéltünk arról, hogy az online-nál azért egy jóval nagyobb az, hogy most nem minden nap vagyok úgy online felület közelben, nem tudom, tehát a heti átlag hallgatottságunk, az magyarországi számokat beszélünk, az ilyen 120 ezer körül picit fölötte van. Oké, de az online-nál azért rendszerint ott lehet az, hogy megnézik, kíváncsiak rá, letöltik, aztán egy kicsit elkopik a ez közönség. Mindennél abszolút. Nyilvánvalóan ekkora létszámnál már nem szimplán egy hobbiról van szó, itt már valamilyen szinten szerkeszteni kell, idézőjelben a marketing, a PR is bejön, mint szükséges tevékenység. Terveztek olyan akciókat, amivel célirányosan szólítjátok meg a közönséget, vagy adtok vissza a hallgatóknak? Abszolút, kifejezetten ezt csináljuk most is, tehát hogy az van, azért ezt tudni kell, hogy én egyébként a rockzenéből jövök, tehát én nekem nagyon sokáig volt rockzenekarom, én abszolút ebben a közegben nőttem fel, tehát nekem azért ez félig meddig játék is, amikor ezt a rádiót csinálom, vagy a fiatalságom egy csomó esetben visszaköszön, például mondjuk, amikor dalokat válogatok a rádióba. Nyilván ez azért így sokkal könnyebb, ez az egyik fele. A másik pedig az, hogy ugye mondtad, hogy hárman kezdtük a rádiót, most ketten vagyunk. Igazából mind a ketten ilyen 20 plusz éves rádiós rutinnal rendelkezünk, tehát nekünk mondjuk egy promóciót kitalálni, meg megvalósítani, ez nem akkora munka, mint hogyha valaki most kezdene ebbe bele. És akkor már van terben valami? Abszolút csináljuk is. Tehát az első pillanattól kezdve van. Most, ami nagyon fontos, és ez egyébként jó is, hogy szóba hoztad, mert itt Kecskeméten is érdekes lehet, hogy minket is megdöbbentett az a hallgatói tömeg, aki egyrészt ugye a rádióval kapcsolatba került, másrészt pedig aki heti vagy napi rendszerességgel visszajár. Nagyon megdöbbentő az, hogy a határon túli magyarok micsoda tömegben hallgatják ezt a rádiót. Tehát most ha azt mondom, hogy Erdélyben 10 000 főtől többen hallgatják naponta, a Felvidéken majdnem 10 000, 9 700 azt hiszem a napi számunk. Szerbiában, Ukrajnában, tehát ugye a Vajdaság, Ukrajnában, és ugye az egykori magyar lakta területeken is számottevő, tehát számok ilyen 1000 fő fölötti számokban. Mert hogy ti ezt településre pontosan tudjátok, mi van, ellenőrizni. Így van, abszolút IP cím alapján látjuk, hogy honnan hallgatnak minket. Szóval ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, de hogy Magyarországról is mindenhonnan gyakorlatilag, tehát a, mit tudom én, Záhonytól egészen Barcsig mindenhonnan vannak hallgatóink, úgyhogy kitaláltuk, hogy most április-májusban megnézzük, hogy hol vannak a legtöbben. Ezt nyilván úgy tudjuk megcsinálni, hogy megnézzük IP cím alapján, hogy hol hallgatnak majd minket, illetve hát ugye a Facebook, ami nekünk szintén egy nagyon fontos terep, ott is tudjuk nézni, hogy melyik városban mennyien kedvelték az oldalunkat.
arányosítjuk, nyilván a település lélekszámhoz, és akkor kihirdetjük május végén, hogy melyik a Magyarország legrokkosabb települése. És az miért lesz jó a településnek? A településnek azért lesz jó, mert a következő egy hónapban kiemelten foglalkozunk majd velük, tehát bemutatjuk az ország összes többi rokkerének egyrészt, hogy ugye miért érdemes mondjuk ott rokkprogramot megnézni, de egyébként azon kívül miért érdemes ellátogatni oda. Tehát turisztikai látványosságok, pihenési lehetőségek, nem tudom, egy csomó minden egy hónapon keresztül. Azért ez félmillió hallgatóval számolva, ez egy elég komoly értékű PR-csomag, tehát a településnek ezért jó. De ma kezdtük el pont egyébként, az első posztot ma tettük ki a Facebookra, mielőtt bejöttem volna megnéztem, már 17 ezer ember látta, és nagyon aktív a közösségi rész is, tehát igaziból ennél a rádiónál az is egy nagyon fontos, hogy ez tényleg egy aktív rock közösség, mi mindig minden egyes posztunkat, minden megszólást a rádióban úgy zárunk, hogy pörögjön a rock közösség, és ez tényleg nagyon aktívan működik is, tehát hogy itt a hallgatók is nagyon büszkék arra, hogy akár mondjuk Kecskemét legyen a legrokkosabb város. Egyébként megnéztem, és az első ötben most benne van Kecskemét. Igen. Főszerkesztő úr, lejárt a műsoridőn, gyorsan adjunk már, ha már ott vagyunk az első ötben. Nem kívánom, hogy most ezekben a pillanatokban mi megy a Rocker Rádion, de például egy-kettő ízelítőt, hogy milyen zenék futottak az elmúlt órákban a rádióban. Hú, hát gyakorlatilag minden, ami a rock és a metal. Most azt tudom elmondani, hogy a hétvégén lesz Angus Youngnak a születésnapja, úgyhogy AC/DC hétvége lesz, ami biztos már, és a jövő héten, hétvégén pedig a Junkies, ugye ők egy egészen jelentős 25 éves magyar rockzenekar, egy 25 éves válogatás lemezük jelenik meg, és ezt nálunk fogják bemutatni az összes dalt, mindegyikről beszél majd a zenekar, természetesen lemegy mindegyik, meg hát sztoriznak az elmúlt 25 évben. Akkor zárjuk azzal a beszélgetést, hogy legyen Kecskemét a rockváros, a Rocker Rádió. Legyen így. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Méghozzá nyugdíjasokat várjuk most, de nem csak őket a képernyő elé, a Siesta magazinunk következik. Üdvözlöm! Ön a Siesta legújabb adását látja. Ahogy ezt előző műsorunkban is ígértem már, bizony ismét az aktivitásokkal foglalkozunk, ezek közül egy-két jó pofa lehetőséget szeretnék az ön figyelmébe ajánlani. Napjaink világa rengeteg veszélyt rejt, így azt gondolom az internet is, és ezért érdemes felkészülni arra, amilyen veszélyek leselkedhetnek ránk. Sok a csaló, és ráadásul mindig kitalálnak valami új dolgot. Ezt próbálták bemutatni a Katona József könyvtárba. Következő anyagunkban Juhász Csenge segítségével ezt mutatom meg most önnek. Nem úgy van. Micsoda? Hogy mi csak jó viszenőek vagyunk. Akkor hogy van? Ezzel a színházi előadással mutatták be az idősebb korosztályra leselkedő veszélyeket március 20-án a Katona József könyvtárban. A színdarabban szereplő meglehetősen hiszékeny, nyugdíjas házaspár különböző élethelyzetekkel szemléltette, hogy milyen bűncselekmény áldozataivá válhatnak a velük egykorúak. Nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy a megyei rendőrfőkapitányságon, hogy hogyan és milyen módon tudjuk megszólítani az időseket, és elgondolkodtatni egyáltalán arról, hogy hogyan válhatnak trükkös módszerrel elkövetett csalások áldozataivá. És erre találtuk ki ezt az adekvát módszert, ezt a színházi bűnmegelőzési programot. Kicsit más aspektusú színházat fognak most látni. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály előadója elmondta, hogy a színházi eszköztáron keresztül próbálják bemutatni azokat az élő szituációkat, melyeket egyes bűncselekmények alapján dolgoznak fel a színészek. Ezáltal sokkal közelebb hozhatók azok a módszerek, melyekkel a csalók próbálják az idősebbeket áldozattá tenni. Ugye a darab ugye azt mutatja be, hogy hogy verik át az idősebbeket. Ez sajnos egy szomorú dolog, de így előadásként, ahogy mi játsszuk és bemutatjuk a közönségnek, tetszik a vendégseregnek. Az idősek sérelmére egyre több az elkövetett bűncselekmény, melyek közül is kiemelkedő az interneten keresztüli csalásmódszere, de a telefonos átverések, valamint az erőszakkal elkövetett bűncselekmények is nagyon jellemzőek. Kellemes Tibor vagyok, a lesz, ami lesz vagyok kezelő az életétől, ahonnan egy végtelenül erős pénzügyi ajánlattal keresek fel a ház többünk díjas, vagy...
találkoztam rablással, és nagyon félelmetesnek találom, és hát tartok is tőle őszintén szólva, úgyhogy jó, hogyha az ember egy kicsit elé megy a dolgoknak, és meghallgatja az előadást arról, hogy mire kell vigyázni a korombélieknek. Az idősebbek közül sem mindenki vált csalás áldozatává, de ők is szeretnének felkészülni az ilyen helyzetekre. A korral jár már, főleg ez nyugdíjasoknak való előadás, ilyen bűnmegelőzési, így lett fölkonferálva, és azért gondoltam, hogy legalább valamit példát mutatok, és akkor így védekezem ellene. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött program célja az volt, hogy a résztvevők hozzáállása megváltozzon, mely által képesek legyenek elkerülni, hogy akár áldozattá, akár bűnelkövetővé váljanak. Nem csak a falakon belül kell biztonságra törekedni, hanem bizony jártunkban, keltünkben is érdemes észrevenni, hogyha valami nem odaillőt látunk. De nem feltétlen csak a csalókra gondolok. Sok a szemét, sokszor nem figyelünk arra, hogy jártunkban, keltünkben mit hajítunk el, ez pedig csak gyűlik, és természetesen valahogy mindig a növényzet látja kárát. A Teszed akció pont azért jött létre, hogy az ilyen és ehhez hasonló kis kialakult szemét kupacokat valahogyan a polgárok eltüntessék és szebbé tegyék ezzel a környezetüket. Ez az akcióhoz kapcsolódott Kecskeméten az első cédruskör, a Széchenyi Városi Cédruskör. Őket kísértük el útjukon, és ráadásul arra is kitérünk majd, hogy vajon hogyan vagy miként tehetünk mi is a környezetünkért, nem csak a Teszed akció hetében. Múlt héten zajlott a Teszed szemétszedési akció. Bács-Kiskun megyében összesen 173 szedési helyszínen több mint 14 ezer önkéntes regisztrált. Ebből az előzetes adatok alapján Kecskeméten 1176-an vettek részt a megmozduláson 23 helyszínen. Ehhez a programhoz csatlakozott a Cédrusnet, valamint a Széchenyi Városi Cédruskör, melynek Engert Jakabné önkormányzati képviselő is tagja. Ők mintegy tizen jártak végig három helyszínt is a saját város részükben. A Cédrusnet Egyesület az másfél éve dolgozik Kecskeméten, és törekszünk arra, hogy olyan köröket hozzunk a Cédrusnet Egyesületen belül létre, akik a saját városrészükért vagy saját hobbiukért dolgoznak. Kecskeméten megalakult a Széchenyi Városi Cédruskör Egyesület, egyelőre 8 taggal, januárban kezdték el a munkát, és úgy gondoltuk, hogy az első és legfontosabb akciónk, mert hogy ők arra szövetkeztek, hogy a várost, a Széchenyi Városrész szebbé, barátságosabbá, virágosabbá teszik, hogy csatlakozunk valakihez, aki most a Teszed akcióba benevezett, és így mi a Láncid iskola csapatához szeretnénk csatlakozni. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy most mi még nem vagyunk sokan, de a mintaadás az nagyon fontos, és szeretnénk, ha a jövőre, ha lesz újra a Teszed ilyen tájt, akkor már egy népes szenior csapattal jöhetnénk, mert úgy gondoljuk, hogy a város, Széchenyi város és az egész város általunk lesz piszkos is, és általunk lehet tisztább is. És biztos vannak notórius szemetelők, akikkel soha nem lehet szép szóval meggyőzni őket, őket majd nyilván mások, de azt gondolom, hogy jó szándékú emberek, ha látják, hogy idősek hajlandók szemetet szedni, akkor ők is csatlakoznak, illetve nem fognak szemetelni. Nauberger Gizella Széchenyi városi lakó elmondása szerint az idősek legfontosabb fegyvere, hogy példát mutassanak a fiataloknak. Itt lakom 40 éve Kecskeméten, a Széchenyi városban, és engem borzasztóan zavar a tágabb környezetem, hogy ennyire szemetes és elhanyagolt. És én úgy gondolom, hogy az otthon az nem a lakásajtóval végződik, hanem magunkénak kéne érezni a várost, nehogy Isten az egész országot is. És ezért mindjárt felelősek vagyunk, és attól, hogy szemetes a szemetet, nem várhatjuk, hogy az elszállítását, hogy csak az erre hivatalosan kijelölt emberek tüntessék el, mert mi magunk is egyre többet szemetelünk, ők viszont kevesen vannak, és ha mi magunknak érezzük a saját világunkat, a földünket, akkor nem csak élvezni kell az előnyeit, hanem tenni is kell érte valamit. A Széchenyi Városi Cédruskör arra szövetkezett, hogy szebbé, tisztábbá tegye Kecskemétet, így a jövőbeli programjaik is e köré, a felfogás köré szerveződnek.
Szeretnénk virágültetéssel, faültetéssel, madárodók telepítésével barátságosabbá, otthonosabbá tenni Kecskemétet, mert a Cidrusnet Egyesületnek egyik nagyon fontos célja a környezettudatosság kialakítása, ez a tágabb és a szűkebb környezetünkben is, mert azt gondolom, hogy a fiatalok, a gyerekeink, unokáink sokkal több mindent tudnak már a környezetvédelemről, természetvédelemről, nekünk is föl kell hozzájuk, azt gondolom, zárkózni. Nem csak a TESZET hetében, hanem gyakorlatilag az év 365 napján érdemes odafigyelni környezetünkre, és nem is nagy ötlet, hogy az ember kimenjen a szabadba, és egy kicsit tisztábbá tegye a környezetét, főleg, hogyha mindezt csoportban tesszük, akkor még akár egy közösséget is alapíthatunk rá. Erről egyébként akár majd környezetvédelmi magazinunkban is láthatnak bővebben információkat, és persze tényeket. Én itt a Sziasztában azonban elköszönök, jövő hét szerdán ismét várom majd Önt néhány tippel, tanáccsal, trükkel, ami könnyebbé teszi az életünk. A híróra végén most az esti gyors következik. Saját közlekedési központja lesz Kecskemétnek, amennyiben a holnapi közgyűlés elfogadja a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Alapításáról szóló előterjesztést. Az új szervezettel nem csak hatékonyabb, de gazdaságosabb is lehet a város tömegközlekedése. Leszették az ólomüvegeket és ideiglenesen egyszerű ablaküveggel helyettesítették a kecskeméti Szent Háromság templomban. A görög ortodox egyházközségnek most adódott lehetősége, hogy restaurálják a rossz állapotú ólomablaküvegeket. 20 éve nem volt ennyire száraz a tavasz a mezőgazdászok szerint, ami az őszi munkákat is akadályozta. A tavaszi csapadékhiány azonban már a termést veszélyezteti, ezért idén is drágán kerülhetnek a boltok polcaira a zöldségek és a növényi élelmiszerek. A vegetációs időszak kezdetéig tartanak a város tavaszi faápolási munkálatai. Azt követően már csak veszélyelhárítás céljából avatkozik be a zöld felület gazdálkodási csoport. Leváltották Balla Beátát a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti iskola intézményvezetőjét, hétfőn pedig két pedagógust is felmentettek, kedden pedig beteget jelentett a legtöbb pedagógus. Hírórával holnap is jelentkezünk, 7 órakor kezdünk a híradóval, azután egészen 8 óráig itt a kiemelőben elmondjuk a legfontosabb háttérinformációkat. Számítunk holnap is a figyelmükre, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!